Köszöntöm kedves nézőinket! Ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Híreink röviden. Közös éneklés, 100 méteres kalács. Civilek karácsonya a Magyar utcán. Bővülés és beruházás. A legsikeresebb évet zárhatja az Aqua. Az író emlékére. Átadták a Gyurkovics Tibor emlékszobát a Csellei házban. Ma délután 4 órára a Szent László térre hívták a város énekelni szerető lakosait. Immár második éve 3 karácsonyi dal közös előadásával kezdődik a Civilek karácsonya, a téli fesztivál egyik legnagyobb tömeget megmozgató rendezvényének első programja. Ezt követően áldották meg és osztották szét a 100 méteres kalácsot. Benne áll az édes úr, éget szomja az ráborul, egy viággal Idén is több százan gyűltek össze a Szent László téren, hogy közösen énekeljenek karácsonyi dalokat. Nagy József magyaróvári plébános elmélkedésében karácsony ünnepének jelentőségéről szólva felhívta a figyelmet arra, hogy ne csak az ajándék kibontásáig tartson a készületünk, hanem a szeretet a következő decemberig töltsön el minket. A téli fesztivál a rendezvénysátorban folytatódott, ahol Iváncsics János ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, 2 évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal először szegték meg a 100 méteres kalácsot, majd Fekete István gondolatait idézte az alpolgármester. Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert. De az aztán ember legyen. A Civilek karácsonyának hagyományos kelléke a 100 méteres kalács a Szent György lovagrend szervezésében. Idén a Lipóti Pékség ajánlotta fel ezt a különlegesen hosszú süteményt. Nagyon örülök, amikor hasonló rendezvények kerülnek szervezésre. Inkább köszönettel tartozunk azon embereknek, szervezeteknek, akik ilyen nagyobb hasonló rendezvényt lebonyolítanak. És örömmel vettük, amikor megkértek minket a 100 méteres kalácsunk a gyártásához. Ugyanis mi nagyon sokszor áttértük azt, hogy mit jelent adni, mint öröm oldaláról, és most teljesen tiszta szívvel, lélekkel adjuk, és ez egy örömet jelent nekünk most éppen, nem beszélve arról, hogy a legszebb ünnepünk a karácsony alkalmából. Széles Sándor megyei kormány megbízott köszöntőjében elmondta, a ma este egy csodálatos dolog, amikor sok jó lelkű ember találkozik. Amikor ezek a csodák, a csodálatos dolgok történnek, akkor el kell tudnunk fogadni, és tudnunk is kell adni. Tehát a kölcsönösség alapján történik mindez, és jó látni, hogy Mosonmagyaróváron, vagy Mosonmagyaróvár környékén nyitott lelkű emberek hajlandók adni, és Mosonmagyaróváron a nyitott szívű emberek hajlandók mindezt elfogadni. Fennállásának egyik legeredményesebb évét élte meg 2012-ben az Aqua Szolgáltató Kft. Mosonmagyaróvár és a Szigetközi Kistérség vízi közmű szolgáltatója 2012-ben szolgáltatási területében és dolgozói létszámában is látványosan növekedett. Folytatta a már megkezdett tervszerű hálózati fejlesztéseket, elindította a mosonmagyaróvári szennyvíztisztító felújítását és jelentősen fejlesztette szolgáltatásait, ügyfélszolgálatait. Mozgalmas évet tudhat maga mögött az Aqua Szolgáltató Kft. Kibővítették például a szolgáltatási területüket. Végignéztük nagyjából az elmúlt évet, és azt gondolom, hogy a 2012 szintén nagyon-nagyon sok munkával, reméljük, hogy szolgálattal telt. Hiszen évelején kezdtük átvenni Észak-Szigetköz 4 települését. Itt nagyon sok tevékenységet megcsináltunk, hogy fejlesszük arra a szolgáltatási színvonalra, amit már megszokott az eddigi közösség, ahol szolgáltattunk. A város és a térség több pontján feltűntek a vízi közmű szolgáltató munkatársai, hogy elvégezzék az idei évre tervezett beruházásokat. Nagy öröm, hogy idén átadtuk a Liszt-Ferenc utcai ivóvíz rekonstrukciót évvégén. Végre befejeződött ez a beruházás is. Köszönjük az ott lakók türelmét, illetve mindenkinek a türelmét, aki találkozott a gépjárműveinkkel, dolgozó embereinkkel. Próbáljuk a leggyorsabban elvégezni, de nyilván mindenhez idő kell. A technikai jellegű beruházások mellett a társadalmi szerepvállalásra is nagy hangsúlyt fektettek az Aquánál, hiszen a víz kérdése egyre hangsúlyosabb a világon. Az ivóvíz
pedig egy kiemelten fontos terület az egész világ tekintetében, mi pedig egy hatalmas ivóvízkészleten, egy nagyon jó minőségű ivóvízkészleten ülünk. Tehát nem véletlen az, hogy erre hangsúlyt fektet a cég, hogy ezt mindenki számára prezentálja, bemutassa, hogy magáévá tegyen mindenki azt, hogy értéken ülünk és értéket kell teremteni ebből. Ilyen volt a vízvilágnapi rendezvényünk, vagy a friss fesztiválunk. A cég másodlagos tevékenysége az ivóvíz palackozása. Ezen a területen is előrelépés történt. 2012-re 12-szeresére növelték a palackozóüzem kapacitását és az értékesített palackozott ivóvíz mennyiségét. Jövőre pedig legalább 5 millió palackvizet szeretnének eladni Magyarországon és más országokban is. De nagyon sok munkát adott a vízi közmű törvény módosítása is az Aquának. Éppen most szavazta meg a testület a vagyonátáramlásra kapcsolatos megállapodás kérdését, hiszen az Aquában levő vagyon egy jelentős része az önkormányzatokhoz, a helyükre megy vissza. Ennek kapcsán egy még tisztább helyzet lesz, mindent vagyonkezel a cég. Annak érdekében, hogy a rendszeresen fizető, korrekt magatartású ügyfelek ne károsodjanak, az Aqua Kft. Szigorúan és következetesen jár el a nem fizető fogyasztókkal szemben. Ezeket a munkákat elvégezzük a lehető legjobb színvonalon, és próbáljunk menet közben adni az ügyfeleinknek azt, amit mi tudunk adni. Egy minőségi szolgáltatást, egy észrevétlen szolgáltatást, nyilvánvalóan több-kevesebb sikerrel, hibával igyekszünk ezeket is mindig kiküszöbölni. A vízi közmű szolgáltató cégek azon táborához tartozik az Aqua, amelyik az átláthatóságot az előremutató üzemeltetés gyakorolja és mutatja be. A szervezeti kultúrával, a munkatársak együttműködésével, illetve a fejlesztésekkel kíván kitűnni a cégek közül az Aqua Kft. Köszönjük mindenkinek az egész éves türelmét, és áldott békés karácsonyi ünnepeket kívánunk. Gyurkovics Tibor író költő tiszteletére emlékszobát adtak át kedden a Csellei Házban. A Magyar Művészeti Akadémia, Moson-Magyaróvárváros önkormányzata és a Moson-Magyaróvár Múzeum Alapítvány támogatásával létrejött emlékhelyen megtekinthetők a 4 éve elhunyt művészt bemutató dokumentumok, az örökösöktől megvásárolt műalkotások és az író személyes tárgyai. A 4 éve elhunyt író Gyurkovics Tibor 81. születésnapján adták át a tiszteletére kialakított emlékszobát a Csellei Házban. A megnyitón Ács Margit író, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja méltatta Gyurkovics Tibor munkásságát, színes egyéniségét, szellemi örökségét. Dr. Nagy István polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a kultúra jelenti azt az értéket, amellyel egy kisváros ki tud emelkedni a többi város közül. Gyurkovics Tibor, illetve az ő keresztapja és Moson-Magyaróvár neve egyre inkább szorosabban összeköthető. Mind a klasszikus gyűjtemény, mind a kortárs gyűjtemény, ugye a festmény oldalon, mint pedig az irodalmi munkásság Gyurkovics Tibor oldalán. Egy olyan érték Moson-Magyaróváron, ami unikális Magyarországon. És az, hogy ezt az emlékszobát is megnyithattuk, hogy irodalomról beszélhettünk itt Szilágyi Tibor előadásában ma este. Szerintem olyan plusz hozzáadott érték a város szellemi és kultúrás életéhez, ami egyedülálló, és én ennek ezért nagyon örülök, hogy ezt így egybe tudtuk szerkeszteni ma estére. A helyiség kialakítása évtizedeken átnyúló egyeztetések jelentős támogatások segítségével valósulhatott meg. Az emlékszoba Gyurkovics Tibor íróasztala köré rendezett személyes tárgyakkal, dokumentumokkal nyújt bepillantást az író mindennapjaiba, színházi munkásságába. A művészt idéző portrékon, képzőművészeti alkotásokon kívül látható kézlenyomata, halotti maszkja, kitüntetései, szakmai elismerései. Gyurkovics Tibor is többször ellátogatott, megnézte ezt a képzőművészeti gyűjteményt, és kialakult benne az a gondolat, hogy szeretné, hogyha halála után az emlékszobája itt lenne a nagybátyja gyűjteménye mellett, hogy a két Gyurkovics együtt legyen. Vannak olyan interaktív eszközök, amelyeket a gyerekek is, felnőttek is használhatnak, kérdéssorok, keresztrejtvények, azon kívül ugye rengeteg Gyurkovics dráma, riport felvételre került, amit egy digitális televízión keresztül folyamatosan lehet nézni.
De hát ami nagyon fontos szerintem, hogy az úgynevezett Gyurkovics szalon is működjön, amit én elképzeltem. Tehát, hogy ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan a magyar irodalom, a magyar költészet időként jelenjen meg Mosonmagyaróváron, és próbálja áttenni azt a hangulatot és azt a csodálatos magyar nyelvet a közönség számára, és amit Gyurkovics Tibor is művelt. Nagyon örülök neki, hogy itt Mosonmagyaróváron készült el a kiállítás, mert ez egy kisebb régió, tehát egy kisebb része Magyarországnak. Hál' Istennek még nem a központja, mert ott valószínűleg eltűnne a Gyurkovics hagyaték, akár a festő, akár a költői, hanem egy kisváros, ami majd kinövi magát, és ez a távolság, ami Budapesttől azt mondja mindenki, hogy messze van, miért ott van, ez a távolság valószínűleg egy megmaradást fog eredményezni, és ismertebb lesz a Gyurkovics név. A két Gyurkovics hagyatékából származó 19. és 20. századi magyar alkotók munkáit felvonultató kollekció Magyarország egyik legrangosabb képzőművészeti anyaga. Az emlékhely kialakításával teljesült Gyurkovics Tibor kívánsága, szellemi öröksége is nagybátyja gyűjteménye mellé került. A munkanapát helyezések miatt december 24-én hétfőn nem lesz félfogadás a polgármesteri hivatalban. A képviselőtestület október 25-én igazgatási szünetet rendelt el december 27-ére és 28-ára. Így ezeken a napokon sem lesz nyitva a városháza. Karácsony közeletével néhány jó tanácsot nem árt szem előtt tartani, hogy ne árnyékolja be semmilyen káresemény az ünneplést. A telefonvonal túlsó végén Dobos Viktória, a megyei katasztrófavédelem szóvívője. Csak megbízható helyről és bevizsgált, valamint magyar nyelvű használati utasítással rendelkező elektromos füzéreket, égősorokat vásároljunk. A kültéri használatra bevizsgált füzért ne használjuk lakásunkban, szobahőmérsékleten túlmelegednek és tüzet okoznak. A hosszabbítókat és minden más nem rögzített lengő elektromos vezetékeket óvjunk a megtöréstől, ne tegyünk rájuk nehéz tárgyakat, mert zárlat és végső soron tűz keletkezhet. Mindegy, hogy milyen a koszorú vagy a karácsonyfa anyaga, valódi fenyő és a műanyag egyformán tűzveszélyes. Ne a helyiség elhagyására alkalmas bejárat mellett állítjuk fel a karácsonyfánkat. Talán a legfontosabb, csak állandó felügyelet mellett használjunk gyertyát, villagszórót, ne hagyjuk el a helyiséget, ne feküdjünk le aludni ezek eloltása előtt. Kedves nézőink, karácsony ünnepe előtt az utolsó híradót látták. Engedjék meg, hogy megköszönjük egész éves figyelmüket. Kedves nézőink, 2012 mozgalmas év volt itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízió életében is. Amint láthatják, új stúdióba költöztünk, 1000 feletti városi eseményről tudósítottunk, és több mint 150 beszélgetés volt a hírháttérben. Közvetítettük a Futura Mosonmagyaróvár hazai mérkőzéseit, jelen voltunk a városi eseményeken, így a díjátadókon, hangversenyeken, vagy a városi megemlékezéseken. Munkatársaim nevében áldott karácsonyi ünnepeket kívánok mindannyiuknak, és kegyelmekben gazdag, boldog új esztendőt. 2013-ban is nézzék a Mosonmagyaróvári Városi Televízió adásait, hiszen a helyi értékeket közvetítjük. Kedves nézőink! 2012 utolsó híradóját látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. A most következő hírháttérben Szabó Miklós önkormányzati képviselővel beszélgetünk a tegnapi testületi ülés napirendjeiről. Majd pedig a járási panorámát láthatják. Munkatársaim nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra 2013-ban!